Aki régen látta a szadai tájházat, most eltáthatja a száját. Meg annyi apró javítgatás, kisilépés után hirtelen minden megváltozott. Valóban takaros paraszti portával találkozik, aki ide látogat. A megnyitón Vécsei László polgármester mondott köszöntőt. A közreműködőknek Novák Lászlóné, a Szadáért Közhasznú Alapítvány és a tájház vezetője mondott köszönetet. Az avató ünnepségen fellépett Szada erdélyi testvértelepülése, Kecset Kisfalud hagyományőrző csoportja is. Novák Lászlónéval a rendezvény előtt idéztük fel a tájház történetét. Ezt a tájházat 2009-ben vásárolta meg az önkormányzat. Előtte volt egy kicsike tájház, de az elkezdett összeomlani. Úgyhogy ki kellett onnan hozni mindent, és ez a ház hát vegyes állapotban volt. Maga a főépület, az könnyen alkalmas, a főépületet könnyen alkalmasá tehettük a tájház lakrészének, az alapkiállító helyeknek a kialakításához, de hát nagyon-nagyon sok dolog volt még hátra. Abban az évben megjelent egy pályázat, amiből egy országos pályázat, ami nyert összegből a támfalat meg lehetett csinálni, meg a melléképületet, meg a porta hátsó részét. De hát rengeteg olyan bajunk volt, amitől nem is nagyon szívesen hívtunk ide vendégeket, mert nem volt szép. Például akkor hadd szóljak közben, hogy egy parasztházat nagyon gyakran úgy alakították át az emberek, hogy a tornácot beüvegezték, és ez ugye már tájháznak nem igazán autentikus. Hát ez is megtörtént. A udvar tele volt betonnal, érthető okból betonoztak, mert az agyag nagyon csúszott. Tehát ez általános volt, hogy rengeteg betont raktak le, de hát ez sem tűnt autentikusnak. Volt vagy 6 betonakna, és sorolhatom. Az egyik sarka az épületnek az egy áttekinthetetlen növényzettel benőtt, eléggé össze-vissza hely volt. És hát végül azóta nem jelent meg országos pályázat, hanem ebben az évben történt az, hogy a képviselőtestület rászánt pénzt, ez az adósság elengedés folytán vált lehetségessé, úgyhogy a legszükségesebb dolgokat most sikerült elvégezni, úgyhogy egy-két finomítás hiány most már azt mondhatjuk, hogy megvan a tájház. Ebben olyan átalakítások is voltak, hogy a vizes blokkot a főépületből áthoztuk az alsó épületbe, a régi garázs helyére, és ezzel nyertünk még egy kiállító helyet fönt. A legnagyobb nehézséget az udvar rendezése jelentette, és csak reméljük, hogy ez a végleges megoldás, mert föl kellett egy elég nagy rétegbe felszették az anyagot, és nagyobb köveket és arra egyre kisebb köveket terítettek, ami ebben bemosódik, tehát stabil lesz a udvar, és eléggé természetesnek tűnik, mintha a föld lenne. A kerítés
ez egy paraszt barokk vaskerítés volt, ugye? Hát, mondhatnám úgy is. Ez egy vaskerítés volt, egy részét már tavaly kicseréltük. Tavaly a működtető alapítvány, a Szada Kulturális Alapítványa tett félre pénzt, és a főépületnek a tetejét, meg a kerítés nagyobb részét akkor újították fel, de a alsó része, a kerítés másik felének, az megdőlt ki a beton. Tehát az csak most lehetett, amikor a kertrendezés történt. Tehát azt még nem festették le. Az volt, hogy 7 iparos ember dolgozott itt, tehát nem egy nagy cégre bíztuk, hanem úgy kerestük meg hozzá a kőművest, az asztalost, az ácsot, a vízszerelőt, a villanyszerelőt, ugye az udvar, mondhatnám, hogy földműves, de ez most más értelemben, tehát aki az udvart rendezte, és nagyon-nagyon jó összmunkát végeztek ezek az emberek. Minden tiszteletet megérdemelnek, ezért is hívtuk meg őket most a megnyitóra. Redőny helyett paletta van az ablakon, megújult a külső ajtó. Megújultak a külső ajtók, kívül is új festést kapott az épület. A nyári konyha épületen az ablakot, a fekvő ablakot kicseréltük egy régi szadai háznak az ablakára, amit direkt ezért vettek ki. Most hirtelen nem is tudom. És hát emellett megvannak a régi funkciók. Megvannak a régi funkciók. Annyival könnyebb lesz, ugye minden rendezvényünkön fölép a szadai együttes, és nem szerették, hogy csak a fészer alatt van tégla, eléggé egyenetlen, ezért kijebb hoztuk ezt a téglaborítást, hogy tudjanak táncolni rajta. A régi funkcióknál itt arra gondolok, hogy megvan a kemence, ami megvan ma is használatban volt, ha jól látom. Ma is használatban van, igen, még mindig sül benne az oldalas, érezni lehet az illatát. És hát azokat a rendezvényeket, amit eddig csináltunk, továbbra is, az idén pont a felújítás miatt elmaradt az aratás, de hát jövőre mindenféleképpen szeretnénk megint aratást rendezni. Mire jó egy tájház? Hát egy tájház az alapvetően egy múzeális intézmény. A helyi paraszti kultúrát örökíti meg, amennyire lehet hitelesen. Klasszikusan egy bizonyos korszakot jelenít meg, de hát ez így nincs meg, azt hiszem, egy faluban sem, hogy mondjuk az 1800-as évek végének minden eszköze, bútorzata rendelkezésre áll. Ezért az enteriőrökben különféle korból származó tárgyak vannak. Van a felöltöztetett babák, viseletben. Na most a tájház egyszer ez, tehát egy múzeum, amit meg lehet nézni, de önmagában ez nem él. Ez akkor él, hogyha ott olyan rendezvények vannak, amire az emberek szívesen jönnek. Na most nekünk nagyon nagy szerencsénk, hogy van egy nagyon jó szadai népi együttes, akik bármilyen rendezvényen fölépnek, szívesen beöltöznek, és ahhoz a rendezvényhez illő műsorral készülnek, és hát előbb kellett volna említenem, hogy van egy csomó ember, aki szívesen jön segíteni. Tehát van, aki biztos, hogy jön fényképezni, van, aki biztos, hogy jön főzni, van, aki biztos süt buktát vagy süteményt, és szívesen jönnek ide az emberek. Tehát közösségépítő is. Alapvetően közösségépítő. Tehát, hogyha azt mondják, hogy fontos a helyi identitás erősítése, akkor azt gondolom, hogy ez kiválóan, ha jól csináljuk, akkor ez kiválóan alkalmas arra. Ami azért is érdekes, mert nem csak a régi szadaiak járnak ide, hanem újonnan beköltözöttek is vannak az együttesbe is, meg a segítők között. És azért ez nagyon nagy dolog, hogy így honosodnak. Külön szerencse, hogy nem az ünnepélyes pillanatok után készül ez az interjú, itt a nézők az önáterében ragyogóan láthatták az előkészületeket. Mindenki tesz valamit, hogy sikerüljön a program. Így van, én csak itt állok és beszélek, ők meg tudják, hogy mi a munka. A műsorban természetesen a Szadai Népi Együttes is szerepelt.
Hogy a településnek miért fontos a tájház, arról Vécsei László polgármestert kérdeztük. Magát a tájházat az alapítvány működteti, de azt gondolom az önkormányzat is jelentősen zsebbe nyúlt. Persze, hát a tájház az önkormányzat tulajdona, és a működtetést adtuk oda az alapítványnak. Az alapítvány már bizonyított 1990 óta, tehát most már 23 éve ezeket a kulturális hagyományőrzéssel kapcsolatos ügyeket viszi, és tulajdonképpen a működtetésen kívül a tájháznak a helyreállítása, rekonstrukciója, fejlesztése, a gyűjteménygondozása, ez mind az alapítvány hatáskörébe tartozik, és mint az eredmény is mutatja, tulajdonképpen jól tettük, hogy az alapítványra bíztuk ezeket a munkákat. Úgy látszik, több haszna is van a dolognak. Az egyik az, hogy gyönyörűen megújult, ez látszik rajta, de ez egy kicsit közösség alakító, a közösségi munkát felpesdítő dolog is. Hát ebbe a falu apraja, nagyja, mesteremberektől kezdve magánemberekig nagyon sokan részt vesznek. Hogyne, ez volt az egyik cél, hanem a legfontosabb cél. Egy gyűjtemény önmagában, ami a régmúltat bemutatja, a tárgyi emlékeket összegyűjti. Ez önmagában akár holt dolog is lehetne, de mi nem halott dolgot szerettünk volna, hanem valami élőt létrehozni. Ez nyilván akkor működik, hogyha azok az emberek, akik ezt fontosnak tartják, egyfajta közösséget is alkotnak, és ez a közösség ez minél hát nagyobb körben vonzónak bizonyul. Éppen ezért ugye a rendezvényekkel, a közös munkával, a közös ünnepekkel ezt a célt ezt nagyon jól meg lehet közelíteni. Nyilván van még munka, tehát biztosan több embert el lehet érni, több embert be lehet vonni ebbe a munkába, ezen dolgozunk. Mondhatnánk azt is, hogy egy új kulturális súlypontja keletkezett így a településnek, amellett, hogy van a Székely Bertalan műteremház, hogy van a faluház. Emellett ez egy önálló életet élő és szervesen bekapcsolódó integráns része lett a falu kulturális életének. Igen, azt szeretnénk bemutatni, hogy Szadának nagyon gazdag hagyományai vannak, ami a népi kultúrát illeti, a népi mesterségeket illeti, az ünnepeknek a sajátosságait, a gyöngyöskoszorú, gyöngyösbokréta mozgalomnak az egyik súlyponti települése volt valamikor Szada. Tehát ezt a gazdag hagyományt ezt szeretnénk részben bemutatni, részben amennyire a mai kor ezt lehetővé teszi, vagy szükségessé teszi, élővé és folytathatóvá is tenni. Például ezzel a tájházzal, például ezzel a megújítással. De nagyon sokat kellett erre azért költeni, és nagyon sokat kellett foglalkozni ezzel, hiszen egy elég lepusztult, rossz állapotú ház volt, amikor ezt megvásároltuk. Statikai problémák voltak, rossz állapotúak voltak a csapadékvízzel vezető rendszerek, a gépészet. Hát mostanra olyan állapotba sikerült hozni, hogy igazából a fő feladatára, tehát a gyűjteménynek a gazdagítására, leltározására, fejlesztésére, illetve a közösségépítésre tudunk már koncentrálni. A tájház felújításnak, vagy a fejlesztésnek ez a szakasza, ez valóban egy több részből álló ünnephez kapcsolódik. Pontosan mostanra lett kész, tehát ez részben véletlen. A születi bálunk ez időtájt szokott lenni, de mint szerkesztő is mondja, egy Itthon vagy Magyarország Szeretlek című mozgalom indult, amely 1300 településen a mai napon egy fél tíz körüli tűzgyújtásban csúcsosodik majd ki. Ez a Szent Mihály nap hagyományának a felélesztése lenne országos szinten. Ez ugye arról szól, hogy a magyar emberek érezzék otthon magukat a saját országukban, akik elszármaztak az egyes településekről, azok menjenek haza, nézzék meg a szülőföldjüket. Szadán kicsit sajátosan alakul, mi erre az alkalomra az erdélyi testvértelepülésünket, Kecsetkisfaludot hívtuk meg. Ők szinte két évente vendégek nálunk, mi pedig megyünk hozzájuk, ez most már 24 éve így van, 1989 óta. Tehát ez a tájház avató tulajdonképpen egy ilyen sok elemű ünnep lett az idén. Remélem, hogy lesz folytatása, remélem, hogy jövőre már tudatosan tudjuk úgy szervezni, hogy itt ünnepség legyen, összejövetel legyen, közösségi élet legyen, akkor, amikor egyébként Szent Mihálykor a születi bált is, és esetleg a testvértelepülési kapcsolatainkat is megéljük.
Mint a nap.